szomorú obligója ennek a találkozónak, de nagyon szeretném megköszönni még előre is egyébként az Etónak azt, hogy megkeresett bennünket, hiszen a kezdeményezés tőlük érkezett. Ez a felajánlás azt gondolom egyébként, hogy jó segítség lesz azoknak az iszapkárosultaknak, akiknek a lakását elvitte, illetve olyan helyzetet teremtett Kolontár községben és Devecser községben, hogy el kellett hagyni a házukat. Jelenleg is egy közel 100 fő van a szükségszálláson a sportcsarnokunkban. Nagyon bízunk abban, hogy ez minél előbb rendeződni fog, és minél előbb visszakerülhetnek saját lakásukba. Itt ez egy eléggé szörnyű helyzet, gondolom, hogy önök is rögtön, amikor megtörtént ez a katasztrófa, akkor elkezdtek gondolkodni azon, hogy mi az, amivel tudnának segíteni, mi az, amit esetleg hozzá tudnának tenni. Volt esetleg más kezdeményezés így a csapat részéről? Igen, a Kaposvölgye mérkőzés árbevételét felajánlottuk a kolontári károsultaknak. Ez egy közel 100 000 forintnyi összeg, de hát kis segítség is segítség. Amikor ide érkeztünk, akkor láttuk, hogy itt a sportcsarnokban szállásolták el azokat, vagy azok közül jó néhány embert, akiknek gyakorlatilag odaveszett minden a Kolontáron. Velük találkozott-e, tudja, hogy milyen körülmények között vannak itt? Igen, a többségük egyébként elhelyezkedett rokonoknál. Azok az idősebb emberek, akik nem szorulhatnak, illetve nem számíthatnak támogatásra és segítségre a fiatalok részéről, azok kerültek a szükségszállásra. Közel egy 30-40 ember van itt jelen pillanatban, azt hiszem már egy kicsit megnyugodott állapotban. Tegnap este volt egy lakossági fórumok, amelyben a polgármester tájékoztatta őket a jelenlegi helyzetről. Nagyon bíznak abban, hogy az a 800, amelyet elvitt az ár, illetve az iszap teljesen tönkretett, az minél előbb felépítésre kerülhet, és ehhez gyűjtenek minden adományt. Tegnap például éppen a nyúli vállalkozók küldtek egy tetemes összeget, amelyet jó szívvel kezeltek a lakók.